Ma este nekünk énekel Heinz Gábor Viga. Itt lesz velünk a Honey Beast, Kallai Sanders András, és hallhatjuk Bugit is. Sztár vendégünk élőben Marek Andrea. A Szerencse Szombat ma esti házigazdája Kis Orsi és Harsányi Levente. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, a szombatok nem telhetnek el Szerencse Szombat nélkül, sorsoljuk a Joker, valamint az ötös lottó nyerőszámait, elsőként azonban a Luxorral kezdjük. Így van, jó estét kívánok én is, hölgyeim és uraim, nézzük a Luxorhoz tartozó mai fontos számokat. Először itt van már is a határszám, mely ezen a héten ma a 43-as, ha valakinek 43 kiúzott számon belül lesz Luxor, azaz teli találata, akkor 53 millió forintot nyerhet. A Jokeren volt a múlt héten teli talált, így figyeljenek, ott is lehet izgulni, az ott megnyerhető főnyeremény 20 millió forint. És hát nagyon szerették volna Katáig, de nem vitték el az ötös lottó főnyereményét, úgyhogy ezen a héten a tét 4 milliárd 800 millió forint. Pünkösd vasárnapja előtt egy nappal kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, hogy mondja el tapasztalatait az előkészületekről. Minden rendben volt az előkészítések során, úgyhogy kezdődhet a Luxor sorsolás. A sorsológép. Igen, hello sorsológép. Benne a 75 golyó. Ó, oh, hello 75 golyó. De mindjárt egyel kevesebb lesz. Ma mindenkit köszönteni kell, tudtad? Pontos. Hello, hello. Hello, igen, igen. Akkor Nagy Laci és zenekara, sziasztok fiúk, hello, hello nektek is. Így, látod így, és ők is visszamosolyognak. Ez a legfontosabb, a mosoly. Erre tanítottak engem, mikor fiatal voltam. A mosoly, ami semmiben nem került, de nagyon sokat hozhat. Érted? És milyen igaz, akkor majd mindjárt kérek egy szép nagy mosoly. Igen. Például most ugol 16 az első betűszám kombinációnak, lássuk. Ó, köszönöm, Orsi, több hete vártam már erre a mondatra, és ez csak tőled hiteles. Ez csak tőled hiteles. X39. Úgyhogy jó. Jó, veled újra itt. Képzeld el, azon gondolkodtam előző héten, meg azelőtt. X36. Hogyha több hétig nem találkoznánk, akkor hiányoznál-e? És? Mert én azt mondani, hogy nem. És nagyon, nagyon. Nekem az egész csapat, az egész táp hiányzik, Olga 53. Nyilván ők is, de hát most nem tudok végig mondani felsorol, mindenkit. Igen, mert, mindaz, igen. 50 nevet felsorolni, ezt elég nehéz lenne, vagy hát eltelt az egész műsoridő. Egyébként... Ezt most megtennénk. X37, hát had... a X-ek így belehúztak. Hát igen, hadd mondjam el, hogy tervezünk egy olyan adást, amikor bemutatunk minden velünk együtt dolgozó kollégát, akiket nem láthatnak a nézők ugye minden héten. Ez jó, ugol 26. De nagyon furcsa és érdekes, és képzavarja, mert hogy ugyebár a nézők azért láthatnak minket, mert a kollégák dolgoznak, és szeretnénk őket megmutatni önöknek. Lajos 6. Igen, nem járnánk jól, de majd ilyen áprilisi tréfának akár jövőre beleférne, tudod, ilyen fordított nap. Én úgy gondolom, mint egy divat bemutató, a végén felvonulnak, és mondjuk rendező. Az se rossz. László 7. Szerkesztő, kameraman, Andris, érted? Na mindegy, szóval ezt tervezzük. Meg azt, hogy egyszer majd lesz a nyáron jó idő. László 9. Mostan első és szeles, csak jelezzük, és picit aggódom. És hosszú hétvége előtt állunk, de lesz jó idő. Kisebb gondom, hogy hosszú hétvége, mert én dolgozom. A nagyobb problémám az, hogy Olga 57, és nem ez a nagyobb problémám. Nincs problémám, jó? Első kép, megtaláltuk az első nyertest vagy nyerteseket. Ketten nyertek fejenként 497.410 forintot. Gratulálunk! Közel fél probléma. Millió forint. Így van, gratulálunk, úgyhogy már is haladunk tovább. Első keretig sorsolunk. Ott hagytad, hogy probléma. Neked nem lett problémád. Nem, nincs. Akkor jó, oké. Okay. De Orsnak nincs problémája. De van, tehát én elutazom nyaralni hamarosan. Most és az miért probléma? Hát az nem probléma, csak az, hogyha ilyen időjárás lesz, már pedig az előrejelzések szerint Horvátország, tengerpart, 24 fok eső, ugol 17, ez nem annyira biztató. Jó, van olyan hely, ahol az eső is jó, tehát ne aggódj. Horvátországban jó az eső, meg tengerparton azért jó. Hát igen, napozni. Robert 69, tehát hogy tejszínjából forró kakaót itthon is tudok nézni, így az ablakból, ha esik az eső, odakint. Tehát ezért nem utaznék annyi kilométert, Robert 66. Nagyon kedves barátom Roland Miami-ban él, ugye Amerika Egyesült Államok, és hát nem keresi halálra magát, viszont mikor azt mondta, hogy te Levi. Olga 54. Nem ezt mondta, hanem hogy Levi, hogy már nem keresek sokat, de amikor itt látom Miami-ban a nap felkelt, a nap lementét, hát az valami őrület. Tehát minden örülj neki, hogy a horvát tengerparton esik az eső. Oké. László 11.
majd lehet, hogy... De nem, tehát én még azért optimista vagyok, hogy érkezem, és akkor megjön a napsütés is velem együtt. Ubul 19. Mikor mentek? 2 hét múlva. Jó, hát... Orsi. Orsi igazi nő, ezért szeretem. 2 hét múlva megy nyaralni, és most aggódik, hogy ma esik az eső. Hát én ilyen vagyok. Igen. Olga 51. Orsi, térjünk erre a kérdésre vissza a jövő héten. Jó, hogy pont közvetlen az indulásod előtt? Nem, tehát megmondom. Én már amikor legközelebb jövök, akkor reményeim szerint csokoládé barna leszek, mert épp visszatértem a kiváló horvát nyaralásból. Olga 47. Akkor majd Orsit is be kell mutatni önöknek, hogy Orsi, hol vagy? Itt van Orsi. Igen. És egy néger csókért mindenem odaad. Robertre nagyon várunk, ugye? Meg is érkezett, tessék, ki kellett volna, Robert 68, igen. És akkor... Még egy kell, ugye, hogy meglegyen a matematikai minimum, bizony. És akkor akár lehet keret is, első keret is, hiszen most ezt várjuk. X41, múlt héten 37 húzás után lett meg az első keret. Olyan sokat vártunk? Olga 60. Ugye a mai határszámunk a 43-as. Bizony, igen? Bizony. Az még odébb van. Reméljük, hogy a jackpot is gazdára talál. Hamar elrepül velem az idő, Orsi. Robert 74. Hát még 1-2 szám, és mindjárt ott vagyunk, figyelni. Na, előtte persze vagyunk produkció, aztán egyre leszünk Luxortól. Egyébként pedig sárgán világítanak azok a számok, amiket már kisorsoltunk. Az Ubul 20 is most már ide került. A 24. kihúzott számunk X43. Érdekes, azt is szeretem, amikor laza vagy, meg azt is kedvem, amikor én hivatalos vagy. Tehát itt mind a két oldalról jól közelíted meg ezt a játékot. Robert 63. Hát tudod, ugye most hivatalos Orsit hallottuk, aztán amikor nyaralásról beszélünk, amikor nyaralásról, ja, amikor hát... eső, amikor jön a csoki barna. Hát ez egy komoly, tehát itt azért komoly tétje van. Bár nem tudjuk a számokat befolyásolni, Olga 55, de azért itt súlyos milliók a nyeremények. Tehát ja. Még, hogy nyaralás, az meg... No probléma, hogy már említettem. Hát ebből lehet például nyaralni, tehát azért legyünk komolyan. De csak könnyedén és lazán, Robert 72. És már meg vagy kivel, mész Horvátországba? Ja, még képlékeny a történet. Uh-huh. No, hát akkor folyamatosan visszatérünk Orsi nyaralására. Robert 64. Ezt a nézők megnyugtatásaképpen mondom, hiszen még lehet, hogy egy hely kiadó Orsi mellett. Inkább te mesélj, hogy hogy vagy. Figyelj, minden rendben, nem tudok, te csodálatos, a lányom, egyszer megörülök érte. Lajos 15. A fiam már felkészült az iskolára. Tényleg, nyári gumikkal járok. Nagyon gyorsan járok. Nőnek. Ja. Ez ilyen befektetés program nálunk, tudod? Ubul 29. Hát nem olyan rég azon gondolkodunk, legyen egy gyerekünk, aztán megszületett, örültünk, most meg iskolában megy. Tényleg igaz, amit a nagy öregek mondanak. Megszületik. Azt hittem, hogy esetleg már egy következő gyereken gondolkodok, X40. Nem, ezt itt most mi lezártuk, ezt a projektet egyelőre. Van ismerősöm, aki ezt mondta 2 gyerek után, aztán meggondolták magukat. De nekünk megvan az egy fiú, egy lány, tehát értem. Miért terveztük? Olga 46. De van olyan például, nem mondom, hogy a tánckarunkban Pisti. Ja. Elmondtam, bocsánat, mindegy. László 4. Szóval, hogy nekik született egy kislányuk, fiatalok voltak, szerelmesek. Úgy gondolták, hogy jöjjön egy fiú utánpótlásképpen. Nyilván ez mindent megtettek, találkoztak ruha nélkül, és lőnő csoda. X34. Újra a baba érkezésének örülhettek. Egy gond van, hogy ikrek jöttek. Ők kislányok, úgyhogy Pistinek, aki fiatal, van 3 lánya és a felesége. Boldog életet kívánunk neki is. Ubul 22. Egyre vagyunk a Luxortól. Ne. Úgyhogy megszakítjuk egy picit a sorsást, és produkció következik. Bizonyára tudod, hogy adásunk után nem sokkal kezdődik az Eurovíziós Dalfesztivál, ami természetesen élőben közvetítünk Bécsből, így igaz. És ma pedig olyan produkciókat, olyan dalokat válogatunk, amely a Dalfesztivál hazai döntőjén futottak be így az elmúlt években. Elsőként Heinz Gábor Beagle következik. It was a day in July with the sunset on fire. I had you in my arms. Those first French words, some kind of conversation. You like to just be gone. You don't need to hurry. I've written not to worry. I'll be near you when you. Sun in your face, it makes everything worthwhile. Hey. Every step along the way, every night and every day, I'll be there, learning to let go, oh, oh, oh. Learning to let go. I wanna say goodbye, but I gotta let.
passes by. Now and then we see together. You ask for my advice. I don't have all the answers. Just do your best and gone. Lose it, sparkle in your eyes. Oh, 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 oh. With the wind behind you and the sun in your face. Köszönjük szépen Bigának, és köszönjük Korsinak is, hogy itt volt, és hogy lesz még. Jól van, hát annyira nem egy messze, csak a sorsológépig, hiszen folytatjuk a sorsolást. Igen, csak úgy zárójelben megjegyezem, hogy oké, okay, hogy egyre vagyunk a Luxortól, de még első keretünk se volt, úgyhogy erre is várunk. Hát akkor most akkor nagyon összpontosítsunk. Illetve hát minden rajtad múlik, Korsi, azt hiszem. Nem, a golyókon, tehát ők itt versenyeznek egymással. Ki lesz a következő befutó? László 14. Orsi itt hagyott, és már is nyereménynek örülhetünk. Szerintem meg között nincs összefüggés, de már is mondom önöknek, egy első keret nyertesünk van, nyeremény összege 1.326.420 forint. Gratulálunk! És akkor természetesen befejezzük a Luxor sorsolást, úgyhogy pörög is tovább a sorsológép. X31. Nincs teli találat, úgyhogy megyünk tovább. 43-as a határszámunk, még a jackpot is gazdára találhat. X44. Ez sem hozta meg a teli találatot. Hárman vannak egyre a Luxortól. Robert 61. És még mindig nincs Luxor. Úgyhogy megyünk tovább. Még mindig ugyanaz a három szelvény van egyre a Luxortól. Lajos 13. Haladunk tovább, még mindig gazdára találhat a jackpot is. László 8. És ez sem hozta meg a teli találatot. 8-an vannak egyre a Luxortól. X38. Nem irigylem őket, hogy milyen feszült pillanatokat élhetnek át. Egyetlen esély még arra, hogy a jackpotot is odaadhassuk valakinek vagy valakiknek. Lajos 12. Nincs Luxor, úgyhogy jövő héten annál több pénzt nyerhetek tőlünk, halmazódik a jackpot, de természetesen teli találat mindenképp lesz, addig sorsolunk. Robert 65. Kéreti magát ez a teli találat így a mai napon. De mi türelmesek vagyunk és kivárjuk. Olga 58. És úgy tűnik, hogy a teli találathoz ez nem volt jó. Ubul 28.
igazad lett, Orsi, tényleg nem váratott magára. De megjött, és itt van, megérkezett, köszöntsük körünkben Luxort. Három nyertesünkön, három teli találat van ma. Ezen a héten Luxorból 3.094.980 forint a nyereményük egyenként. Gratulálunk! 28, ez volt az utolsó kihúzott számunk. Mivel ez páros, az ötös lottó nyerőszámait kézzel sorsoljuk majd. És tudják, a megnyerhető főnyeremény összege 4 milliárd 800 millió forint. Most pedig akkor tekintsük át a mai nyeremény táblánkat, hogy milyen találatok és milyen nyeremények születtek ma a Luxorban. 875 forintot fizetünk a képtalálatokért, ebből 17.063 darab volt ma. Jöjjenek a keretek, 233 darab keret volt, 11.385 forint a nyeremény, 2 darab első kép, 497.410 forint. Egy darab első keret volt 1.326.420 forintért, és 3 darab Luxor, azaz teli találat, 3.094.980 forint a nyeremény. A jackpot, ami több mint 45 millió forint, egyelőre átkéreckedett a jövő hétre. Azonnal sorsoljuk a Joker, valamint az ötös lottó nyerőszámait, hát senki nem menjen sehová, mi is maradunk. És hát szerintem egyértelmű, hogy mivel foglalkozunk, bár itt már felvezettem a produkciókat tekintve, hogy a korábbi Dalfesztivál hazai döntőjéből válogatunk kiváló dalokat. Ma lesz Bécsben a nagy nap. Eurovízió, és ugye Bogi ott van a döntőben, úgyhogy nagyon örülünk, ezt vártuk tőle. Ezen belül pedig ilyenkor azt tudok mondani, hogy tulajdonképpen bármi lehet, és én azt kívánom, hogy most végre legyen magyar győztese. Hát miért nem? Nagyon szerették a dalt, nagyon jó volt a fogadtatása, úgyhogy mi bízunk Bogiban, és szurkolunk neki. Na akkor mi is maradunk, sőt ki is egészülünk, szerintem nézőkkel is, meg a Fortuna tánckarral, illetve májusi sztárvendégünkkel, Malek Andreával. Rögtön folytatjuk. Do it.
Nézőink, folytatjuk a Szerencse Szombat műsorát. Ez itt az élő ötös lottó sorsolás, amelynek mai főnyereménye nettó 4 milliárd 800 millió forint. A színpadon az S2 házigazdája Kis Orsi és Harsányi Levente. Jó estét kívánunk mindenkinek, folytatódik a Szerencse Szombat. Köszönjük szépen a nyitó produkciót Nagy Lacinak és zenekarának, a Fortuna Tánckarnak, elsősorban öt jóképű fiatalemberek. És itt van májusi sztárvendégünk, a fantasztikus Malek Andrea! Igen, mai milliárdos menü sorunkat hallják. Igen, Malek Andinak még egy tapsot kérünk szépen, mi a sztárvendégünk. Itt van ez a csupa jó szívű, jó kiállású gyerek mögöttem. Nagy Laci és csapata, őket is külön. Hát a táncos fiúkról nem teszek említést, bár most pont ezt mondom, ők lehet is üdvözöljük, és azt gondolom, hogy ezzel mindent el is mondtam volna, ha nem mutatnak meg önöknek azt az aprócska kis részt, ami nagyon fontos eleme a műsornak, 4 milliárd 800 millió forint! Utána jártam, 36 hete halmozódik az ötös lottó főnyereménye. Na nem így a Jokerem, mert ott szinte minden héten gazdára talál ez az elképesztő nyeremény, remélem, hogy ma is így lesz, kezdődik a játék. A 21. játék héten a Joker főnyereménye 20 millió forint. Márkus Jakab Judit, a Sorsolási Bizottság elnöke, és itt van közjegyzőnk dr. Kálóci József, a mai sorsolásokat ők felügyelik. Jó estét kívánok! Indíthatjuk a játékot, szabályosok voltak az előkészületek. Minden szabályos volt most is, persze, kezdődhetnek a játékok. Legyen így, jön a Joker! A Joker első számjegye a 9-es. A második a 0. A harmadik az 1-es. A negyedik is 1-es. Az ötödik a 6-os. És a hatodik az 5-ös. A Joker szám 9-0-1-1-6-5. Ahogy már jeleztük, adásunk után nem sokkal kezdődik az Eurovíziós Dalfesztivál, ez már a 60. a sorban, élőből közvetítjük Bécsből. Szerencsére van, kinek szurkolnunk, Csemer Boglárka Boginak, hiszen kedden ugye kivívta magának a jogot, hogy ott legyen a döntőben, és én tényleg azt kívánom neki, így gondolom őszintén, hogy legyen ő a végső győztes. Hajrá, hajrá, nagyon örülnénk, hogyha így lenne. Természetesen itt a Szerencse Szombatban is elénekelte már a produkcióját, láthattuk. Picit felidézzük, jó? Színpadunkon Csemer Boglárka Bogi. Do you know our earth is a mess? All the world's for nothing, it never ends. Everybody deserves a it's okay to ignore all the pain. I see children drawing in the stars. Soldiers walk towards the dark. Let me ask, can you just that we'll never see daylight. Give me one good reason to hurt. I've had
someone can stand. Do you know ours isn't theirs? All the wars for nothing, it never ends. All the souls all alone, hold them tight. All the souls deserve a chance at last. Hajrá, Bogi, és tehát ma este itt a Dunán láthatják a Bécsi Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét. Most pedig térjünk fel az ötöslotos sorsolás, amit a Luxor befolyásol. 28, ez volt az utolsó kihúzott számunk, mivel ez páros, az ötösloton nyerőszámait kézzel sorsoljuk majd. Aki a segítségünk lesz, kihúzza az öt golyót, az öt nyerőszámot. 1 millió forintot kap tőlünk. Láthatják pályázó játékosainkat, már nagyon izgulnak. Hát rögtön kiderül, hogy ki lesz milliómos. Viki, Levente, készen álltok? Készen, igen, köszönjük szépen, Orsi, leginkább Viki áll készen, hiszen rajta múlik, hogy ki lesz nagyon szerencsés. Ugye tudják, a pályázás feltételei ismertek, minimum 900 forintért kell vásárolni ötöslottó szelvényt, majd pályázni, jelentkezni, és hogyha a szerencs önök mögé áll, akkor visszahívjuk önöket, és már is itt lehetnek a stúdióban. De ki a legszerencsésebb, az a nagy kérdés már is kiderül, Gere István Farádról! Tehát 1 millió forintot nyert tőlünk, de láthatják, a többi játékosunk sem szomorkodik, ők fejenként 30 000 forintot kapnak tőlünk. Levente elmondta a részleteket, hogyan kerülhetnek ide be a műsorba, és hogyan játszhatnak velünk. 0-44-14-14-14, ezen a számon lehet pályázni, vagy pedig látogassák meg honlapunkat, www.szerencsejáték.hu, és akkor kezdődjön az ötös lottó sorsolás. A 21. játék héten az ötös lottó fő nyereménye nettó 4 milliárd 800 millió forint. És egy boldog milliómos, bár én úgy gondolom, hogy ahonnan ön jött, ott elég veszélyes lehet a hely, hiszen fa rád, ugye? Mégis hol van ez a hely? Györmoson, Sopronban, Csorna mellett található. Oké, jó. Sokan izgulnak önért? Hát, remélem. Akkor most sokan örülhetnek. Jó, 1 millió forintot már nyert, gratulálunk, kezdődjék a sorsolás. Első nyerőszám a 12-es. Ötödik éve folyamatosan ott vagyunk az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében. Igen, én ma szurkolási rekordot szeretnék dönteni. Ugye hát egyrészt ugye szurkoljunk Boginak, aztán mi is szurkoljanak, önök is Boginak, aztán szurkoljunk azért is, hogy valaki elvigye ezt a gigászi nyereményt, a 4 milliárd 800 millió forintot. Nem, ez csak ne? Így, ilyen könnyedén. Na, hogy érte? 4 milliárd 800 de? Millió forint, ez így kell. Hát, hogy... Na, ez egyébként csak úgy zárójelben megjegyző, hogy minden idők második legnagyobb nyereménye. Jó, akkor beszéltünk a nyereményről ugye számokban, akkor most picit az Eurovízióról számokban. Az idei ugye a 60. dalfesztivál, ezt már te is mondtad, valaha a elért legjobb eredményünk 1994-ből van, Bayer Friderika ért el, amikor is negyediket lettünk. Köszönjük ezt neki, ezután is most is gratulálunk. Remélem, hogy lesz ennél jobb is, akár most. Egyébként tavaly Kállai Sanders több pontot kapott, mint Friderika. Az ötödik helyre volt elég, nagyon büszke vagyunk rá. Szerintem ez nagyon szép teljesítmény, és ugye 27 ország szám a versenybe. Amelyik ország megnyeri, ott rendezik meg jövőre az Eurovíziós Dalfesztivált. Jó, akkor nézzük a tényeket. Egyrészt én magasabb vagyok az Orsinál, aztán a másik ma este biztos, hogy győztest hirdetnek Bécsben ugye az Eurovíziós Dalfesztiválon, aztán az is fontos és tény, hogy a tükörtojásban ugye nem kell tükör, viszont abban mi csak nagyon bízunk, hogy ma győztest hirdethetünk itt, azaz valaki elviszi ezt a főnyereményt. Tehát 4 milliárd 800 millió forint, mi kell ehhez? Hát például a következő nyerőszám, ami a második, húzzuk. Jó, igen. Második nyerőszám a 46-os. Jó,
Orsi, te értesz a zenéhez. Emlékszel, hogy kezdődött Kállai Sanders András Eurovíziós dalának a refrénje? Running. Nem, az már majdnem az elején. Rá! Csak így, hogy rá, ő pedig folytatta, és nagyon szerették. She keeps on running. Olyan, egyébként, amíg teljesen pontosítok. Hát egyébként ezt a dalt már többször hallhattuk itt a Szerencse Szombatban. Most a zenekari változat következik. Színpadunkon a Kállai Sanders Band. Every night, this pain don't ever leave a life. Daddy's home, so she tries to hide. She calls her mom, but never a reply. She cries, cries, cries. She's all alone. Daddy, why leave me alone? She calls for help, she calls for help, but no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. Keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angel standing by your side. It'll be alright. She's back again, just one more time. Just wants to see her mother smile. She can't forget her only child. Mama, let the devil in the house. She cries, cries, cries. She's all alone. Daddy, why leave me alone? She calls for help, she calls for help, but no. She calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angels standing by your side. Köszönjük szépen, ez volt a Running. Andrásnak egyébként ez már a harmadik művész neve, mert volt Kállai Sanders András, aztán lett Kállai Sanders, mert ugye a privát életben mindenki így hívja, most pedig Kállai Sanders Band, mert hogy arra céloz, hogy csak zenekarával vállal fellépést. Három a Magyar Igazság, nálunk pedig a harmadik nyerőszám következik. Harmadik nyerőszám, a 25-ös. Úgy azt leszögezhetjük, hogy minden évben van Eurovíziós Dalfesztivál. Igen. Jó, minden héten nagy nyeremények, ugye itt például Szerencse Szombatban, az 5-ös Lottóban 4 milliárd 800 millió forint. Hát az nem minden. Ez vagy halmozódik. Most, igen. Igen. És minden hónapban ugye sztár vendég, ugye? Igen. Na ezek a szabályok, punktum. Hát ez nem szabály, inkább azt gondolom, hogy nyeremény, hogy aktuális sztár vendégünk mindig kétszer hallatja a hangját itt a Szerencse Szombatban. Érkezik Malek Andrea! What we are made is free.
köszönjük szépen májusi sztár vendégünknek, Malek Andreának, mi pedig folytatjuk az ötös lottó sorsást, a negyedik nyerőszámot húzzuk. A negyedik nyerőszám a 30-as. Te pontosan tudod, hogy 2012-ben volt az első dal, a verseny, ahol eldől, hogy ki képviseli Magyarországot a nagy Eurovíziós Dalfesztiválon. Menjünk évről évre a nyertesek tekintetében, hogy az elsőt a Compact Disco nyerte, aztán jött By Alex, és mint tudjuk, ugye tavaly Kálai Sanders András győzedelmeskedett. És már el is jutottunk az idei évhez, Csemer Bogláka Bogi, neki drukkolhatunk, kedden gyönyörűen tovább jutott az elődöntőből a mai döntőbe, úgyhogy hajrá! És az érdekes, ugye, hogy a dal a műsor kapcsán ugye nem csak a győzteseknek hozott sikert, hanem sok olyan dal és előadó is örült, és kamatoztatta részvételét a dalból, a műsorból, akik nem az első helyen végeztek, viszont nagyon jól jött nekik. Hát szerintem remek példa a Honey Bees, akik ugye a dalnak köszönhetően robbantak be a magyar könnyűzene életbe. Meg is hallgatjuk az akkori versenydalokat, jó? A legnagyobb hős színpadunkon a Honey Bees! A jó hírem nem esett csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék, de tudom-e majd überelni anyádat, és te nem magad után a kádat. Gyűjtünk lakásra és autóra, Coelho idézett a meghívókra. Te vagy a legnagyobb hős a világon, én a királynőd és te a királyom. Hova is rejtsem el a szívem tőled, nehogy a végén majd összetörjed. Az idióta is célba érhet, mi meg dopingolva nyertünk érmet. Nekem a fitness partizánok, neked a lelkes kurtizánok jutnak, de tényleg én nem ezt vártam, a filmekben csak annyit láttam. A történetek csókkal zárják, a folytatást velünk forgat. És nem tudtam überelni anyádat, és te nem mosod magad után a kádat. Van nagy lakás és nagy autó, közel már az utolsó szó. Te vagy a legnagyobb hős a világ.
köszönjük szépen a Honey Beastnek, ugye a legnagyobb hős volt daluk címe, és vannak hétköznapi hősök, akiket illik nem elfelejteni. Itt van például ez a, na, mindig valamilyen Áron, a Szerencse Szombatban van, ha nem a Levi. Akit leleventéznek általában. Mekkora Kovács hős Áron, ő is. Igen, üdvözlőjük. Hát ő a héten lett 42 éves egyébként, és ugye azt tűzte ki célul, hogy lefutja a maratont a 42 kilométert. Nem tudod, hogy honnan indul és hova érkezik? Mert nagymamámnak Gárdonyban van telke, az pont 42 kilométer Pestről, és egy üzenetet azért átadnék neki, meg egy kis cuccot is le kéne neki vinni. Ne halljon meg, ne adja át az üzenetet, meg amit ráakasztok, lekvárt mérgyebeket, és aztán majd jöjjön vissza. Igen, a legnagyobb hősök mindig a szülőket említik. Abszolút. Például a fiam óriás szuperhős rajongó. Most gondolom ismerik a moziban. És te vagy a legnagyobb hőse. Nem, és hozzájuk hasonlít. És azoknak a szuperhősöknek olyan képességek vannak, például az egyiknek, hogy az autót így felemeli, így ránéz, kézzel felemeli, és átteszi egy másik kontinensre. És a múltkor vittem az óvodába, és azt mondja, apa, ez volt a feladatod? Például azt az autót, piros lámpán álltunk, azt az autót, meg ami előtte van, odébb tudnád tenni? Hát mondom, hogy visszafelé, fiam. Szerencsére most meg elfelejti, de ha majd nem, akkor majd gondba leszek. De egyelőre én vagyok neki a legnagyobb. Szuperhős. Szép, igen. Folytatjuk a sorsást, jön a mindent eldöntő ötödik nyerőszám. Az ötödik nyerőszám az 51-es. Az ötös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 12, 25, 30, 46 és 51. Mondjad. Én nem nyertem, bár nem. Múltkor is azt hittem, aztán volt egy hármasom, ezt itt csak így megjegyzem, nagyon örültem, de csak Levente is elővette a kis szemét. Még nem merem megnézni, mert szeretném, ha a műsort én fejezném be, és ha véletlenül nyerek, akkor tudod, akkor vége, nekem rohannom kell. Egy biztos, hogy most nagyon sokat beszéltünk ugye az Eurovíziós Dalfesztiválról, mert nagyon sokan, millió, 10 millió, 100 millió néznek, de itt milliárd a főszereplő, 4 milliárd 800 millió forint. Ezt kellene megnyerni. Hát a több eszám az itt jogos, bár én speciál már 1 milliárd forinttól is sokkot kapnék, de hát itt tényleg, ahogy említetted, hát már majdnem ott vagyunk az 5 milliárdos kapuban. Felfoghatatlanul sok pénz, már csak az a kérdés, hogy megnyeri ezt valaki, vagy valakik. Rögtön kiderül, indul a nyerteskereső. Viki, üdvözöllek! Elsőként lássuk a Joker játék alakulását. Íme, akkor jöjjenek a találatok és a nyeremények. 6439 darab kettes volt a Jokeren, 1000 forint egyenként, szelvényenként a nyeremény, 10.000 forintot, 641 nyertek, hiszen ennyi hármas volt a Joker játékunkban, jöjjenek a négyesek. 61 darabot találtunk és számoltunk, szelvényenként 100.000 forint a nyeremény, 7 darab ötös volt a Jokeren, 1 millió forintot nyertek a szerencsések, és nézzük, örülhetünk-e teli találatnak ezen a héten és Joker játékunkban. És igen! 2-6-os a Jokeren, 14 496 ezer és 20 forint. Gratulálunk a nyerteseknek, míg a Jokeren a jövő héten önöket 20 millió forint várja, ennyi a megnyerhető főnyeremény. Lássuk a Luxor fontosabb adatait, és mondom is, elsőképp két szerencsés nyertesünk 497.410 forintot nyert fejenként, első keret valaki 1.326.420 forinttal gazdagodott, Luxor három teli találatos szelvény volt, 3.094.980 forintot nyertek fejenként, jövő héten pedig átvittünk 45.618.936 forintot. Köszönjük Orsi a pontos tájékoztatást, most pedig látják az ötös lottó nyerő számait emelkedő számsorrendben. Ez az öt bűvös szám, nézzük, kettes, 163.245 darab volt, 1485 forintot ér. 19.605 forintot érnek a hármasok, ebből 5.929 darab volt ezen a héten. Jöjjenek a négyesek, 64 darab négyes, 1.715.340 forint a nyeremény. És már is kiderül, hogy örülhetünk-e, van egy teli találat ezen a héten, és nem igaz, sajnos nincs. Nagyon figyeljenek, így a jövő héten a megnyerhető várható főnyeremény itt az ötös lottóban 5000 millió forint, azaz 5 milliárd forint.
elképesztő, nehéz szóhoz jutni. De alig lehet, de te tudsz. 5 milliárd forint, nem muszáj. El kell köszönök a kedves nézőnk, hogy ne felejtjük, drukkoljunk ma Csemer Boglárka Boginak, Bécsi Euróvíziós Dalfesztivál döntője, Bécsből jelentkezünk. Köszönjük szépen Malek Andrának, jövő héten még találkozhatok vele is. A további kellemes estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!